Ukrán zászlóval letakart koporsó, rommá bombázott lakótelepek a szivárványos égbolt alatt, aluljárókba költözött civilek, és még számos hasonló valós eseményt ábrázoló fotó látható a Zrínyi gimnázium kiállító terében Nyíregyházán. A megrázó erejű fényképek mögött álló Paula Bronstein több mint 30 éve kíséri figyelemmel a világ különböző konfliktus zónáit, ezúttal az Ukrajnában zajló háborús eseményeket hozta test közelbe. A tárlatot elsőként Magyarországon a budapesti House of Lucy galéria mutatta be. Lázár István művelődés szervező közreműködésével került a Nyíregyházi gimnáziumba, ahol a Zig galériában a tanév során különböző tematikájú kiállításoknak adnak otthont. Én azt gondolom, hogy az anyag összességében küld egy üzenetet, hogy mivé is jutunk, hogyha háború áldozataivá válunk, és sajnos ugye olyan közegben élünk, amikor teljes képtelenségnek tűnt még egy éve az, hogy itt a szomszédban háború zajlik. Most részben a márciusi menekült kérdés kapcsán, vagy nálunk is tanulnak például Ukrajnából áttelepült tanulók, életközelbe került sajnos ez a háború. Az igazgató elmondta, hogy az iskola művészet tanára is részt vett a fotók kiválogatásában, akivel ügyeltek arra, hogy a halál a maga keresetlen valóságában közvetlenül ne jelenjen meg a képeken, mivel nem sokkolni akarták a diákokat, hanem érzékenyíteni. Ez egy világvándor kiállítás. Távol-Keleten is járt már, és az a megtiszteltetés ért minket, a gimnáziumunkat, hogy Magyarországon még csak egy helyen volt látható ez a tárlat, a budapesti Lüszi galériában, és tőlük kaptuk meg ezt a hatalmas anyagot, aminek itt csak a töredéke látszik, és próbáltuk pár kollégámmal pedagógus szemmel tekinteni a válogatás során a képeket, mert tényleg nem a megrettentés volt a cél, mert nagyon erős képek és sajtófotók vannak ebben az anyagban. Próbáltuk a gyerekeket bemutatni, a kisebb gyerekeket, a családokat, a katonák életét és a minket körülvevő környezetet, és azt hiszem, hogy így elrettentés nélkül, de mégis átjön a háború borzalmainak a hatása, és minden gyerek egy kicsit megáll szünetben, és elgondolkodik rajta, hogy mi is folyik körülöttünk. A diákok számára megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy a civilek közül a gyerekeket és az időseket érintik leginkább a háború borzalmai. Számomra a legmegérintőbbek az idősek voltak, mert nagyon fontos, hogy igazából ne csak politikai szemmel nézzük ezt az egész történést, hanem emberi szemmel, és így a képek kiszűrik azt, ami számomra fontos, hogy az emberek, és főleg az idősek, a gyerekek, a legérintettebb korosztály hogyan éli meg ezeket a háborús napokat. Számomra a legmeghökkentőbb kép az egy kisfiú volt, akinek be volt kötve a feje, és nagyon jó volt betekintést nyerni arról, hogy mi is folyik körülöttünk, és szerintem mindenkinek el kell gondolkozni azon, hogy ezeken az embereken segíteni kell, és minél jobban támogatni őket. Paula Bronstein Ukrajna a háború következményei című vándorkiállításának válogatott fotói november 14-éig tekinthetők meg a Zrínyi Ilona gimnáziumban.